Gyurta Dani, na hát most akkor fel kell kötni ezt a bizonyos klotgatját, az biztos, mert Itajima is le akarja tépkenni róla, elég Santu is, Fom Lén is. Sikerül-e nekik? Nem tudom, remélem, hogy nem. És ez a fiatalember, aki hallatlanul kulturált, aki nagyon szerény, aki nagyon megtanult beszélgetni a világgal, és persze önmagával, és aki nagyon megnyugodott. Már 15 évesen majdnem fölért a csúcsa az aténi olimpián. 15 éves volt gyerekember, amikor ezüstérmet tudott nyerni, és aztán már igazán két évvel ezelőtt 20 éves komoly fiatalemberként megnyerte a világbajnoki címet, 100 másodperccel. Ennek is megvan persze a maga érdekessége, légköre, módja, hogy nyerni 100 másodperccel, és nem vereséget szenvedni. Hát most kiderül, hogy egyrészt Santu vissza tud-e vágni azért a vereségért, remélem, hogy nem. Másrészt, hogy Kitajima, aki az első számú ellenfél talán, mit tud kezdeni, vagy Dani inkább mit tud kezdeni vele. A litván Titenis, akivel Dani 6. lett volt versenyben 100-on, övé a 8-as pálya. Jön a koreai Choi. Az ázsiai játékokon, vagy ázsiai játékokon a második helyet szerezte meg. Mégpedig tavaly. Michael Jamieson, Nagy-Britannia helyezése vágyik. Ezt lehet, hogy meg is fogja szerezni, nem az utolsó helyen végez majd ebben a döntőben. Andrew Willis, Nagy-Britannia, 21 éves. Ő is a londoni társaság tagja. Erik Santu, Egyesült Államok, akinek vannak világbajnoki ezüstérmei, többek között Rómából. Christian Fom Lén, második az idei világranglistán, legalábbis így indult neki. Így indul neki ennek a döntőnek. Nem jutott a százas középdöntőjébe sem, 19 éves mindössze, és Gyurta Dani jön. A JVSC versenyzője, Széles Sándor tanítványa, de azért Kovács Egyi Ferenc és Virg Balázs is ránéz. Olykor-olykor világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, ifjúsági Európa-bajnok. Itt pedig egy négyszeres olimpiai bajnok jött elő hátulról. Kitajima Kosuke, nem mellesleg világbajnok is kétszer, a 200-ben az egyik nagy specialitása. Christian Sprenger Rómában állította fel ezt a világcsúcsot és a világbajnoki csúcsot. A középdöntőben, aztán a döntő már nem sikerült neki annyira. Szóval az ötösön Gyurta Dani, aki megmérkőzik Itajimával és Erik Santuval, és persze a németet sem szabad kihagyni a számításból. Az egyesen, tehát a koreai Choi, a kettesen a brit Willis, a hármason Fom Lén, Kitajima a négyesen, Dani az ötösön, Santu a hatoson, Jamieson a hetesen, és a litván Titenis a 8-as pályán. 200 méteres mellúszás világbajnoki döntő Shanghai-ban. Gyerünk, Danikám! És elindultak persze. A rajtból itt olyan messzemenő következtetéseket nem kell levonni. Majd 50 vagy inkább 100 méter után lehet látni. De Dani türelmes ember, a 200-as specialitása is látszik, hogy úgymond egyben van, országos csúcs 100 méteren, a 100 pillangón, és jó helyezés. Kitajima átveszi a vezetést, és Dani próbál vere tartani. Fom Lén is ott van a 3-as pályán. És akkor, amikor fordulnak, Titenis, Kitajima, Gyurta az első három sorrendje. Ne felejtsük el a litvánt, aki nagyon-nagyon tapasztalt. Aki harmadik lett különben Rómában, Sprengerrel, ugyancsak holtverseny, ez az ő specialitása, de hát hagyjuk a litvánt, inkább figyeljük Gyurta Danit, aki Kitajima után ered, és úgy látom, hogy most már feljön a második helyre, amikor elérik a 100 métert. De Fom Lén Kitajima másik oldalán is nagyon-nagyon szaporázza, és helyettesen Jamieson is felzárkózik. Dani most a harmadik, negyedik helyen, inkább a negyediken. Kitajima, Titenis, Jamieson a sorrend, a világbajnoki szintidőn belül vagyunk 11 század másodperccel. 100 méter után most már Daninak indulnia kell, és indul is. Kitajima a mérce, nagyon-nagyon közel a japánhoz. Fom Lén talán most már ki fog esni a versenyből, nem tudom, mindesetre ő lemarad. Nagyon jön Santu ott Gyurta Dani mellett. Kitajima, Gyurta Dani, Santu a sorrend. Fom Lén azonban, amikor
közelednek a falhoz, és 50 lesz hátra, újra fölzárkozik a negyedik helyre. Kitajima gyúrta sántól sorrend, Kitajima az utolsó 50-re fordul, és Dani jól jön fel a víz alól. Meg lehet kezdeni, hajrá, gyerünk Danikám, meg lehet fogni a japánt, próbáld meg, Sántó is jön Dani jobbjánál. Gyúrta a második helyen, most Kitajima vezet. Vezet a japán, és menni kell, most el kell kapni, nem úgy, mint a középdöntőben, Fom Lane, de ő nem tud nyerni. Gyerünk, Dani, gyerünk, a japán fáradni látszik, Gyurta Dani jön előre, csapáson, csapáson, centiről centire, Gyurta Dani, meg fogja verni Kitajimát, gyerünk, Danikám, igen, igen, igen! Gyurta Dániel világbajnok! 2 perc, 8,41 század másodperccel megvédi a világbajnoki címét. Kitajimát megveri. Bravo, Danikám! Mekkora 50 volt ez az utolsó 50. Szédületes, őrült 50 méter, szívszaggató, felemelő, szenzációs billiás, Gyurta Dani. Hajde nagy úszás! Kétszeres világbajnoki aranyérmes ez a fiatalember. És leiskolázza Kitajimát. A német tínédzser Fom Lane pedig bejön a harmadik helyre, Sántót szorítja le a dobogóról. Hát de jól esett a lelkünknek. Itt még majdnem együtt, de itt már nem. Itt már tisztán látszik. Itt nem egy század másodperc dönt. Itt 22 század másodperc. Azért ez látható, ez emberes. És a világ figyel rád. Bravo Dani, bravo Gyurta Dániel. Világbajnok, világbajnok, világbajnok.